Na azt gondolom, hogy Érd Magyarországon az a város, ahol a leginkább érdemes baseballozni. Tény, hogy egy nagyon érdekes út volt. Az utolsó kérdésedre reagálnék, szerintem kevesen gondolták volna, hogy az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb baseball egyesülete növi ki itt magát. Nyilván az első próbálkozások olyan pályákon, olyan körülmények között, amik összesen hasonlíthatóak a mai körülményeinkhez, azért ott inkább a lelkesedés volt, ami hajtotta a társaságot, és most arra már, hát itt most a hétvégén is például nagyon rangos nemzetközi mérkőzéseket is tudunk, például az Apollo Trnava nagyon színvonalas szlovákiai csapat ellen hivatalos Interliga mérkőzést az NB1-es csapatunk játszhat, szóval azért itt a kettő között azt hiszem érezhetjük a különbséget, és erre nagyon büszkék vagyunk, és mindez, talán ez a legfontosabb, mindez, tudjátok valószínűleg, hogy azért a baseball nem egy kiemelten támogatott sportág, elsősorban a közösségünk támogatásából önkéntesek és olyan emberek akaratából és cselekvő támogatásából jött össze, akik ezt a sport iránti szeretetükből és tényleg a közösséghez való tartozás miatt tették meg és hozták létre. Boldog szülinapot a baseballosoknak, az érdi baseballosoknak, és én szeretnék egy nagy tapsot kérni a Terrynek, mert azt hiszem, hogy nélküle ez nem jött volna létre, úgyhogy Terry, gratulálunk! Folyamatosan járjuk például az iskolákat toborozni, bekéreckedünk testnevelés órákra, és ott bemutatjuk a sportot egy testnevelés óra keretében. Szerencsére az iskolák nyitottak erre, testnevelő tanárok nyitottak, és most is számos új játékos kezdte el a sportot. Tehát teszünk ezért elég sokat. Nyilván segít az is, hogy van egy országos tévécsatorna, aki elég sok baseball mérkőzést közvetít az utóbbi pár évben. Egyre többen ismerik a játékot, egyre többen tudják a szabályait, és egyre többen kíváncsiak rá, és hogyha ez egy picit mi is hozzá tudunk, vagy tudtunk tenni eddig is, akkor az csak örömünkre szolgál. Egyrészt Magyarországon belül szeretnénk azt, hogy minél több trófeát elhódítani természetesen, de minél nagyobbra nőni, mint egyesület, és minél több emberhez eljutni, és minél több embert meggyőzni, hogy csatlakozzon hozzánk. Jó lenne Magyarországon minél több klubot is látni, tehát igyekszünk is támogatni olyan csapatokat, akik dédelgetik azt a gondolatot, hogy esetleg indulnak, és megalapozzák ők is, csinálnak mondjuk egy klubot, és a nemzetközi a poront talán az a következő, ahol szeretnénk. Tehát ha 20 év múlva beszélgetünk mondjuk, azért szívesen elmondanám, ha mondjuk ilyen komolyabb európai eredményeket a csapatunk elért úgy, hogy egy nagyon erős, sok szereplős, több divíziós magyar bajnokság rendszerből mondjuk kerülünk ki, és úgy indulhatunk európai versenysorozatokba. Azt gondolom, hogy ez lehet az álom.